Kedves érző lények! Hát, ha valaki ugye buddhistának nevezi magát, akkor nyilvánvaló, hogy az első dolog, ami érdekli, hogy kitől, honnan ered a tanítás. A buddhizmus szempontjából a tanítás forrása Sákjamuni Budha. És egy érdekes kérdés az, hogy hogy ez volt neki a családi neve. Ugye sokan gondolhatják azt, hogy a monya az családi név, a Butha meg <laughs> Teljesen jogos lenne, hiszen nekünk is általában van egy családi nevünk és van egy keresztnevünk. De hogyha mélyebbre hatolunk, akkor kiderül, hogy a név és a nevek használata az, az, nem teljesen hasonló módon történt Ázsiában, meg Ázsián belül sem mindenhol ugyanúgy. Úgyhogy nézzük meg, hogy, hogy mit tudhatunk a forrásról. Történelmi szempontból nem sokat, hiszen leírások vannak a butháról, de a buddha nagyon keveset vallott magáról. Tehát vannak olyan szövegek, ahol a buddha tanít, és, és, a tanítás kedvéért mond egy-két epizódot a saját életéből. De hogyha szeretnénk ugye a buddha életét az ösvényünkön felhasználni, akkor érdemes meglátni benne a darmát. É, hiszen akkor azt már tudjuk viszonyításképpen magunkra is vonatkoztatni. Ugye a születés történetben van ugye a, a, a Ladita Viztara például, tehát ami nagyon varázslatos, nagyon, nagyon mesésen írja le a buthának a, a születését. Viszont annyit azért érdemes erről tudni, és hogyha valaki a Kis Butha című filmet is látta, ott talán egy picit dobott egy hátast, amikor megszületik a, a kis Szithárt, akkor még ugye nem tudjuk milyen lesz a neve, mert nem volt névadás, és akkor ilyen bájosan ránk néz, és akkor elmond valamit bájos hangon, és lépked, és lótuszok nyílnak a lába nyomán. És akkor gondolhatnánk azt, hogy, hú, ez megint egy furcsa történet lesz. De annyit érdemes tudni, hogy a megvalósítás szempontjából a szövegek beszélnek az ünnezet nirmának kájáról, és ugye azt mondják, hogy a buddha tiszta nirmána kája megnyilvánulás volt. A nirmána az látszatot jelent, a kája pedig testként szokták folytani, de Namkai Norbu Rinpoche mindig dimenzióként, mandalaként folytotta, és majd talán erről is egyszer lesz szó, hogy, hogy mi a nagyon nagy különbség van, hogy hogy fordítjuk. Tehát ez mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha valaki tiszta nirmána kájával rendelkezik, ezzel a megvalósítással teljesen máshogy működik ő és a környezete, hiszen a dimenziója. És ha belegondolunk, a, az emlősök között is rendkívül sok olyan állat van, aki amikor megszületik, azonnal lábra áll és megy, és képes akár kommunikálni is. Mi emberek erre nem vagyunk képesek, de úgy tűnik, és ebből nem csak a sákemoni buthának a története az, amelyik ezt mutatja, hanem későbbiekben Garabdorje, Áryadéva, Manjusri, és a többi, és a többi. tehát nagyon sok olyan példa van, és akkor még nem is mentünk el akár a kereszténység irányába, hogy voltak olyan leszületett lények, mondhatjuk indiai nyelv, vagy avatárok, akik, akik egy magasabb tudatállapottal születtek meg, akik bemutatták azt, hogy ők, sokkal fejletebb tudati szinten vannak, akár így is, hogy járni tudtak a születésük után és kommunikálni. Tehát elmondani dolgokat. Úgyhogy lehet, hogy nem így történt, tehát lehet, hogy nem úgy, ahogy a Bertolucci azt ábrázolta a filmben, de ott valami biztos, hogy a születésnél történik, tehát az, hogy járni tud és beszélni tud, az számomra egyébként elképzelhető, Pontosan azért, mert az állatvilágban is elég sok példa van erre. Azt, hogy a mi emberi világunkban nincs, ezért mondják azt, hogy mi tisztátalan nirmánakájával rendelkezünk. Tehát a születés csodájának nevezik ezt, ezt megelőzi egyébként a fogantatás csodája, itt nem derül ki igazán a bucizmusnál, hogy az apa mennyire van jelen. Egyébként úgy tűnik, hogy nincsen jelen az apa, tehát mondhatjuk a butháról is, hogy ő is egy, egy ilyen értelemben nem egy fizikai apától létrejött vagy fogantatott, ugye a teste a Buthának. Ennek van egy egy nagyon szép álma, Mája Dévi álma, ami a fogantatásról szól, és, és utána pedig az történik, hogy a Szithárta nevet kapja. Tehát, tulajdonképpen, hogyha a butha életét szeretnénk egy kicsit leegyszerűsített módon megérteni, akkor számomra például ez egy, a, ez egy nagyon logikus, megközelítési mód, hogy nézzük meg, hogy milyen neveken nevezték. Most neki az első neve, mind a hogy persze nyilván a vonalnak a neve, mert a sákja az ugye az a klánnak volt a neve, Szitha Artha. A szitha az képességet jelent, vagy célt is jelent, artha, aki azt eléri, tehát aki célját eléri, általában így szokták -e fordítani a szithárta nevet. És abban az időben az udvarnál voltak asztrológusok, matematikusok, ő, talán annyit, hogy ez a matematikus, ez ugye Indiában nagyon fejlett volt a matematika, ez ugye egy indiai kis fejedelemség volt, ahol a Butha megszületik, és hogy nem vált el, tehát nem, nem az volt, hogy vannak a reál, humán és aztán az ezotérikus tanítások, ezek nem váltak el, tehát egy asztrológus az asztrológus, egy asztrológus az matematikus is volt, egy matematikusnak ugye értenie kellett a geometriához, tehát az építészethez is, tehát sokkal hát így ilyen átjárhatóbbak voltak ezek a tudományok. Na hát azt mondják, hogy, hogy voltak ott ilyen úgynevezett ilyen matematikusok, akik megjósolták, hogy, hogy, mi lesz a megszületett, és ugye látszik jelekkel született, meg csodálatos módon megszületett gyermeknek a sorsa. Még a születésről talán azt érdemes tudni, hogy, hogy a buddha életében, ahogy a életének a periódusait három nagy részre lehet osztani, három névvel is lehet tulajdonképpen ezt a, ezeket a periódusokat ö, megjelölni, mi ezen a vonalon fogunk menni, de a butha életében a fa is kiemelt szerepet kap a születés egy fánál történik, tehát ő nem épületben, nem, nem, templomban, nem valamilyen, valamilyen városban születik, hanem úton születik. Ez is nagyon-nagyon szimbolikus és jellemző, hiszen édesanyjára, Mája Dévira, ugye a születés fájdalmai, vagy, a, vagy hát nem voltak fájdalmak, hanem jelei, mert egy transzba esett. Azt is mondják, hogy egy minél magasabb szintű lény egyre kevesebb fájdalmat okoz a születéssel, és hogy úton történik egy fánál, és meghajol a fa. Úgyhogy ugyanez megtörténik állítólag akkor is, amikor ő a, a, a vagy az utat úton elindul, ez ugye Ábrázolja és a kis Butha című film, ugyanúgy fánál történik a megvilágosodás, felébredés állapot, hogy ez a bóthifa, és egy sála fánál történik, egy, egy kétágú sála fánál a távozása. Úgyhogy kiszámolják a sorsát. Közülük az egyik kódanjia, nem tudjuk, hogy akkor is az volt a neve, vagy csak később kapta ezt a nevet, volt az, aki nem úgy fogalmazotta, hogy egy aszita nevezett üremet, aki a Himalájából jön le, mert látomásában megjelenik, hogy egy óriási fény nyilvánul meg, száll le, és, és születik meg, és ezt szeretné látni ugye a, a gyermeket. Tehát ő ugye úgy fogalmaz, hogy vagy a karma kerekének a forgatója lesz, Ő, ezt így nevezték csakra Vartinnak, csakra ugye kereket jelent, a csakra ura, a kerék ura, ami azt jelenti, hogy egy, egy univerzális király, aki ugye középen áll, és körülötte forog a világ. Olyan, mint egy nap, ami körül forognak ugye a különféle bolygók, vagy pedig butha lesz, ami azt jelenti, hogy a darma kerekének a forgatója, a belső keréknek a forgatója, aki ugyanolyan, mint egy nap, csak nem külső nap, hanem belső nap, tehát ő tulajdonképpen elérte a közepet, megvilágosodott, felébredett, és a darma kerekének a forgatója. A belső keréknek, nem a külső keréknek. És természetes, hogy, a, hogy édesapja a, a szithartának, akit Szuthódanának hívnak, ő természetes, hogy azt szeretné, hogyha világuralkodó lenne. Tehát még nagyobb uralkodó lenne, még, még nagyobb mm, birodalomnak lenne ő a vezetője. Úgyhogy a, ki is jelenti, hogy király lesz belőle. Természetesen ugye aztán a később a történet majd bebizonyítja, hogy ez nem így történt, vagy nem így lesz. Viszont azt mondják, hogy ez a kódania az a matematikusok, jósok, asztrológusok közül, aki azt mondja, hogy butha lesz, tehát hogy ő megjósolja, hogy, hogy megvilágosodott lesz, és hogy fel fog hagyni ugye a világi élettel. Miért érdekes ez? Azért érdekes ez, mert ott, ott állítólag a kommentárok szerint Öt olyan matematikus, asztrológus vagy Jós van, akiket megkérdez a király, és Jóslatokat adnak, tehát ők látják megszületni Szithártát, és ők lesznek azok öten, akik majd követik őt, amikor ő elhagyja a palotát. Tehát azért ez, ez általában nem köztudott, de a kommentár irodaloma egyértelműsíti, hogy hogy ez, hogy az, az öt aszkéta, a pancsabágia, ők azok, akik már a palotában is látják őt születni, és akkor megjósolják. Tehát mutatja azt is, hogy azért itt egy komoly korkülönbségek lehettek. Na hát, megszületett. Megtörténik a jóslat. Ugye ez a jóslat ez azért nagyon fontos, mert a jóslatból már rögtön kapunk egy tanítást, hogy két nagy kerék forog az életünkben, a karmakereke és a darmakereke. A karmakereke az magától forog, bennünk lévő vágyak, a bennünk lévő elképzelések, a bennünk lévő célok és ebből fakadó cselekedetek révén, a bennünk lévő álmok révén, a dharma kereke viszont akkor forog, hogyha befelé fordulunk és a belső ösvényt járjuk. Tehát ez egy nagyon fontos megkülönböztetés, hogy mit jelent a karmakereke és kerek, még akkor is, Hogyha mi például a mi életünkben a karma világában éljük, a darma világát, tehát, a, tehát van, vannak uh, hétköznapi viszonyaink, foglalkozásunk van, helye, ahol élünk, stb. Tehát mondjuk, hogyha nem szerzetesként él valaki, akkor számára ugye összhangot kellene teremteni. Nem olyan könnyű, sőt, nagyon nehéz. A karma kereke és a dharma kereke között az egyik kifelé forog rendezi a külső történéseket, múlt jelen másik befelé forog, az meg megy ugye a tiszta jelen állapot, a felé, a tengely felé. Tehát ez megjelenik már a buthának ugye a korai időszakában is. Az is megjelenik, hogy emlékszik. Tehát emlékszik korábbi életekre, úgy mondják egyes szövegek, hogy korábbi életének a nyelveire emlékszik. Tehát rendkívül tehetséges éppen ezért mindenben, mert úgy tűnik, hogy hozza magával azokat a képességeket, amit egyébként a hétköznapi szinten általában elfelejtünk. Tehát nekünk újra meg kell tanulnunk úszni általában, újra meg kell tanulni zongorázni, újra meg kell tanulni nyelveket. De hogyha valakinek a tudata, Tisztább, kiterjedtebb, akkor ezeket a képességeket, ezeket át tudja hozni. Most őről azt mondják, hogy ő ilyen volt, mindenben a legjobb volt, és három palotában élt. Tehát tulajdonképpen egy ilyen fényűző hercegi életet élt, és királyfiként nevezték egyébként, és ment ugye az évszakok szerint a három palota között. Van egy érdekes pont, ami nekem is olyan misztikus, pontnak tekinthető. Nem sokat lehet róla hallani, hogyha az ember a szövegeket nézi, hogy vajon mi az, mi az a pillanat, ami a buddhában felkelti a kíváncsiságot, pontosabban szithártában felkelti a kíváncsiságot. Hiszen tudjuk, hogy az egész buddhista ösvény az egy valóságkutatás. Tehát az egyik legfontosabb tényező, hogyha valaki a buddhizmus gyakorlatait végzi, a buddha követi, hogy egy állandó kíváncsiság legyen benne. Mondhatjuk úgy is, hogy egy állandó kételj legyen abból szempontból, hogy biztos, hogy ez valós, biztos, hogy ez így van, biztos, hogy ennél nincsen mélyebb. Tehát ugye nem dogmatikus ösvény, és egy különös dolog az, hogy vajon mi keltette föl. A Bertolicsi féle ábrázolás az a tibeti buddhizmusban megmaradt szövegekre épít, és ott azt lehet látni, hogy egy éjszakról jött hölgy egy dalt énekel a világ szépségéről. Arról a szépségről, amit ugye Szithárta nem láthat, mert tulajdonképpen nem hagyhatja el a palotákat, tehát egy, egy ilyen, tulajdonképpen egy izolált, de de egy nagyon ö, jó minőségű, luxus életet él. És egyszer csak fölmerül a kíváncsiság, hogy hogy néz ki a világ. Biztos, hogy így néz ki, ahogy én élek. Vagy a miért nem hagyhatta el eddig a Szithárta a palotát? Hát ez is kiderül, ugye édesapja a jóslatok hallatán úgy dönt, hogy mindent meg kell tenni, hogy a fia ne lásson szenvedést. Ugyanis a szenvedés, vagy ne lásson mást, mint ami ebben az ideál képben, ebben az ideális életben felmerül, és ugye ez úgy ábrázoltatik a filmen zseniális módon, hogy amikor, amikor a butha majd visszatér, akkor ugye Szithárta visszatér és meglátogatja az apját, akkor látja, hogy festik az apja haját. Tehát ott látja meg, hogy valójában az apja is öregszik. De mindent úgy tesznek, hogy ne lássa az öregséget, ne lássa a szenvedést, ne lásson betegséget, és a többi, és a többi, hogy nem merüljön föl benne a nagy kérdés, hogy hogyan lehet ezeket a dolgokat megoldani. Úgyhogy sokan azt mondják, hogy az ösvény elindulása, vagy ugye Szithártának a, a, a nagy keresése az onnan indul, hogy kikocsikázik, de számomra nem, hanem onnan indul, amikor felmerül benne a kíváncsiság, amikor észrevesz, hogy itt valami nem stimmel. És a mi életünkben is általában onnan indul az ösvény, amikor valami olyan dolog történik, egyébként sok esetben egy veszteség, hogy itt valami nem stimmel, amikor szembesülünk valamivel, de még előtte elképzelhető, hogy felmerül a kíváncsiság, hogy, hogy miről szól a világ, miért vagyunk benne, mi a mi célunk. Úgyhogy számomra ez a kiindulási pont, ez a kíváncsiságnak a felmerülés, és egy érdekes kérdés, hogy, hogy vajon más hagyományok erről hogyan vélekednek. Itt ugye a Bertolucci filmben ugye ez egy ez egy dal, amit hall, egy szomorú ráadásul dal. Ennek hatására dönt úgy, hogy ő, hogy ő ki akar kocsikázni, meg akarja nézni, mi van a palota falain túl. Természetesen az édesapja mindent próbál elintézni, hogy, hogy ne láthasson sem szenvedés, sem öregséget, minden szép legyen. Az, hogy az a képzete legyen, hogy ez a világoknak a legjobbika, és hogy az a képzete legyen, hogy a király ebben a központ. Tehát, hogy magyarán ő a létezés csúcsa. Tehát úgy is mondhatjuk, hogy ez a szithárta létezésnek az a, az a hozzákapcsolódó szemlélet, hogy, hogy királyfi vagyok, király leszek, ennél jobb nincs. Tehát ez a létezésnek a végállomása. Nincs hova innen már menni, itt már a megelégedés a lényeg, tehát hogy, hogy ezzel elértem. Tehát tulajdonképpen olyan, mintha beteljesedett életről szólna. Na, és akkor ez megtörik a kikocsikázások során, hiszen ugye úgy mondják, hogy a függő keletkezés utolsó pontjaival szembesül. Szembesül azzal, hogy létezik öregség, betegség és halál. Most érdekes, hogy a következő pont az ugye a születés, ez majd egy későbbi történet lesz ami majd előkészíti azt, hogy ő elhagyja a palotát. Tehát szembesül azzal, hogy, és talán nem is azzal szembesül, hogy, hogy a lények megöregednek, betegek lesznek, meghalnak, hanem hogy ő is meg fog öregedni. Tehát hiába király, hiába a létezés csúcsán van látszólag, ugyanúgy rá is vonatkoznak azok, amik a karma törvényei, hogyha valaki megszületett, akkor meg fog öregedni, biztos, hogy beteg lesz, és meg fog halni. És akkor, ugye, amikor visszatér, akkor teljesen föl van kavarodva, és ugye a, a tibetiek úgy mondják, hogy hogy azok a könycseppek, amik megjelennek benne, látván a, a betegséget, a betegembereket, az öregséget és a halál, hogy, hogy ezek indítják benne az együttérzés kibontakozását. Ez is egyébként egy szempont. Másrésztről ez indítja el benne azt a szándékot, hogy ő, hogy ő ennek véget akar vetni, hogy ezt ki szeretné kutatni, hogy honnan ered, hogy tényleg ez a törvény. Ugye a filmben úgy jelenik meg, hogy az édesapja azt mondja, hogy ez a törvény. Tehát, hogy ebből nincs kilépés, hogy megszületünk, meghalunk, megszületünk, meghalunk, meghalunk, megszületünk. Ez a nagy körforgás, ezt kell elfogadni. Próbálja mondani azt, hogy ebben a körforgásban, ebben még mindig az ő szerepe a legjobb, a király, hiszen az középen van, de akkor a Szithárta már nem tudja elfogadni. Úgyhogy elindul benne egy erjedés, és a keresztény érdekességképpen, a keresztény legendáriumban megmarad Bárlám és Jósafát története írja le az, ami a buddhizmusban nem maradt meg érdekes módon, hogy ugye azt mondják, hogy a negyedik kikocsikázásakor lát egy aszkétát, hát szerzetes akkor még nem volt, tehát aszkétát lát, de a keresztény legendáriumban megmarad, hogy mestere lesz titokban Méghozzá azért titokban, hogy az apja meg ne, meg, ne tudja, és becsempészik néha bárlámot, a bárlám nevezető mestert a buthához, ugye szithártához, hogy tanítsa. És hogy tulajdonképpen az ő palotából való távozása azért az nem előzmény nélküli, tehát az egy, azért az egy szervezést igénylő dolog volt, hogy ő leléphessen, volt hova mennie, tehát nem csak elindult az erdőbe, de mégis ugye a tibeti források úgy írják le, hogy, hogy amikor megszületik a trónörökös fia, és tulajdonképpen a negyedik pont is kialakul, ugye, hogy, a, hogy mi van a hátterében a halál, az öregségnek és a betegségnek a születés, és ugye azt mondja, hogy, hogy megszületett a fiam Ráhula, hogyha én nem oldom meg ezt a helyzetet, ki fogja megoldani? Rá is ugyanúgy a betegség, öregség halálnak a kényszere vál, hogy ki fogja megoldani, és akkor azt mondják, hogy mágikus köt száll a palotára, és ő elhagyja a palotát a lovával és a szolgájával, és akkor úgy mondják, hogy amikor levágja a saját haját, átadja a köntösét egy aszkétának, akkor megint meghajol egy fa, és indul tulajdonképpen a második néven futó életútja, a Gótama a remete életút. Úgyhogy ezen a ponton majd folytatjuk. Sziasztok!